Üdvözlet mindenkinek! 2022. december 8-ai ez a cikk, és ezúttal itt az infobabel.hu weboldalon a házasságról, párkapcsolatról lesz szó, megosztanék néhány érdekes információt azoknak, akik szeretnék javítani az életüket ezen a téren. Mielőtt rátérnénk erre, meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Számos tartalommal, amit meg szeretnék mutatni. Az első, talán amivel a legjobb a kezdjük, az Fésűs Nellinek egy nyilatkozata, ami 24.hu-n olvasható. Miben is azt mondja, hogy nem tudnék felnézni egy olyan férfira, akinek nálam kevesebb van. Erről pont nemrég volt szó a dolgok állásában, hogyha valaki vissza akarja keresni, hogy hogyan is működnek a párkapcsolatok, ki mit figyel, úgy értem férfi, nő, és ez az egész dinamika mire épül, hogyan változik. Így folytatják, azután, hogy ő megteremtett magának egy bizonyos egzisztenciát, már nem érezni jól magát egy olyan férfi mellett, aki nem rendelkezik hasonló értékekkel, mind élettapasztalat, tudás, vagy anyagiak terén. A műsorvezető egy ponton felhozta, hogy az üzletember korábban úgy nyilatkozott, sokan azt hiszik, hogy Nelly csak a pénze miatt van vele, pedig felesége valójában többet keres nála. Színésznő ez utóbbi cáfolta, és mint mondja, bár nagy biztonságot ad neki, hogy Vajtó Lajos mögött áll, sosem szorul arra, hogy férje anyagilag támogassa őt. Nem szeretnék álszent lenni, mondja, a színésznő természetesen ez egy iszonyatosan nagy biztonságot ad, hogy ő ott van mögöttem, hogyha velem bármi baj történik, mint ahogyan a pandémia alatt is történt. A színésznő kijelentette, nem a pénzre utazik, de azután, hogy megteremtett magának egy bizonyos egzisztenciát, már nem érezné jó magát egy olyan férfi mellett, aki nem rendelkezik hasonló értékekkel. Egy bizonyos kor után, ez egy idézet, és miután én felépítettem egy bizonyos egzisztenciát, nem tudnék felnézni egy olyan férfira, akinek nálam kevesebb van. Így általán nem hibáztatom ezért Pési Zsnellit, amit, amit nyilatkozott, nem azt akarom kihozni belőle, hogy a nők azok pénzéhesek, és ezek mindig csak a pénzre utaznak. Szerintem van egy másik perspektíva, amiből érdemes lenne mindenkinek ezt szemügyre venni, és úgy a jövőben akár férfi, akár nő választhat magának párt, talán nagyobb biztonsággal és pontosággal olyan párt, ami illik hozzá. Ezért meg is mutatom ezt a rövid bejátszást Jordan Peterson-tól, aki majdhogy nem ugyanerről beszél, csak egy klinikai pszichológus szemszögéből. Women across <Szorítás> and up success hierarchies. And men across and down. Ez, a, amiről beszél, ez a success hierarchy szó szerint siker hierarchiát jelent, ami egyébként talán kompetencia hierarchiaként is lehetne felvázolni. De ha megmaradunk a siker hierarchiánál, ez pontosan azt jelenti, amit amiről beszélt Fésűs Nelly, hogy nem érezni magát jól egy olyan férfival, aki nála alacsonyabb lépcsőn van ebben a hierarchiában, ezért ő keresztbe is felfelé választ párt magának, mint általában a nők. A nők ezért választanak maguknak sikeresebb párt, partnert, gazdagabbat, vagy sikeresebbet úgy, mint hogy az adott hivatás, vagy területen sikeresebbet. És ezért a másik pedig a férfiak pedig keresztbe is lefelé választanak maguknak párt azt hiszem a múltkor azt a példát hoztam erre, hogy elveszi a milliómos a pincérnőt, míg egy, egy vezérigazgató nő nem fog el menni egy pincérhez. Ezt jelenti a gyakorlatban. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden nő számító, meg aranyásó, stb. Elmondja a Jordan Peterson, hogy milyennek valószínűleg az oka. Amen like men who are about four years older, a nők általában kultúrákon átívelően, szóval általánosságába véve a világon, négy évvel idősebb férfiakat kedvelnek. És azokat a férfiakat, akik megjelenítik a sikernek különböző, különböző jeleit, vagy azokat a tulajdonságokat, amelyek képessé tesznek egy férfit a sikerre a jövőben as well as being handsome and personable and all of that. És természetesen legyen még külsőre is vonzó, és a személyisége is megnyerő. And the reason for that, as far as I can tell, is that they're looking to equalize the economic disparity that exists because women take a harder hit from sex and pregnancy than men. Mindennek az oka feltehetően az, hogy a szexuális élet és az azt követő gyermekvállalás az nagyobb terhet ró egy nőre, mint egy férfira, ami így is van, hiszen a nő az, aki teherbe esik, ő az, aki kihordja a gyereket, és aztán még neveli az első években, aminek az a következménye, hogy a gazdaságból kiesik számos évre, és a teljes, és ugye ez sokkal kiszolgáltatottabbá teszi őt, míg a férfit ez így nem érinti. Ezt próbálja meg ezzel a gondolkodásmóddal a nő, Szerintem tudatalat, természetesen kiegyenlíteni ezt az egyenlőtlenséget, ahogy mondja. Right. Szeretnék kiegyenlíteni ezt, és ez nem is csoda. Valaki, aki kompetens, tehát hozzáértő, és emellett még nagylelkű abban az értelemben, hogy hajlandó őt ellátni intelligencia úgy, mint hogy kompetencia általánosságába véve. Értelmi képesség, valamint mindazok, amik ebbe, a csoportba tartoznak. Szóval csak azért mondom ezt férfiaknak vagy nőknek, hogy értsék meg a párválasztás sokkal komplexebb annál, mint ahogy azt gondoljuk, hogy elmegyek, berugok egy partiban, megismerkedek valakivel, és az lesz a feleségem van egy dinamika, ami meghúzódik a háttérben, ami motiválja mind a férfit, mind a nőt tudat alatt. De hogyha tisztában vagyok ezzel, akkor megkönnyítem a saját dolgomat párválasztásnál, és tudom, hogy hol a helyem, és ki az, aki számomra megfelelő. Szóval egy férfinek az értelmi képessége, illetve azok a tulajdonságok, amelyek képessé teszik a sikerre a jövőben akár, ezek fontosak egy nő számára, mivel ezt az egyenlőtlenséget, amit majd a gyerekvállalás feltehetően kialakít, ezt ezzel igyekszik kiegyensúlyozni. They want conscientiousness or openness. Conscientiousness, ez lelkiismeretességet jelent szó szerint, openness pedig nyíltság. Gondolom könnyen érthető, hogy miért fontosak ezek a tulajdonságok, illetve ugye más egyéb kívánatos jellemvonások, hiszen az, aki lelkiismeretes, és emellett nyílt, az képes a saját adottságait kihasználni a maximális kapacitásig, mivel hajlandó dolgozni, és még nyitott is az új ötletekre. As well as other Ezért nyilatkozza azt Fésűs Nelly, hogy nem tudna olyan férfival lenni, aki nála kevesebbet keres, mert az az életforma, amit kialakított magának az élete során a karrierjével, abban már ő nem hajlandó engedni, csak azért, hogy egy férfival együtt legyen. Végül is, ha belegondolunk, fölösleges is lenne, hisz talál magának úgy is olyan partnert, aki megfelelő és többet keres magánál, miért adja lejjebb. Esetleg azt érdemes megfontolni ebben az esetben, amiről a múltkor volt szó abban a hosszabb videóban, hogy sajnos ahogyan a nőknek a gazdasági ereje növekszik a társadalomban, ami nem probléma, nem arra mondom, hogy sajnos, hanem számukra az ő szempontjukból sajnos, ahogy növekszik a gazdasági ereje és a költő ereje, meg a jövedelme, úgy csökken az a halmaz, amiből választhat magának párt, hiszen az emberek többsége, a férfiak többsége az nem fog ugyanúgy többet keresni abból adódóan, hogy más foglalkozást választ a férfi és a nő, és manapság úgy alakul a gazdaság, hogy a nő többet keres. Van itt egy másik érdekesség, amiről nyilatkozik Vajtó Lajos, és azt mondja, hogy otthon én egy kis csicska vagyok, ami egyértelmű abból a szempontból, hogy alátámasztja a feminizmusnak a térnyerését a társadalomban világszinten, ami már egy sokkal nagyobb gond, legalábbis amennyire én látom a helyzetet problematikus az a hozzáállás is, amit mond, hogy én mindent alárendelek gyermekemnek, megváltoztatta értékrendemet. És természetes, hogy az ember értékrendje megváltozik. Az, hogy mindent alárendel a gyermekének, az eredményezi azt a másik jelenséget a világban, hogy a gyerek került első helyre, és a gyerek érdeke az, hogy neki tökéletes élete legyen gondtalan, mindenféle kihívásoktól, meg küzdelmektől mentes aminek hatására felnövekszik egy ilyen mimóza nemzedék, vagy nemzedékek, akit minden fáj, minden, ami, ami nem egyeztethető össze az ő elvárásaival az élet menetére nézve, az őt érzékenyen fogja érinteni. Ezt eredményezi azt, hogyha valaki a gyerekét teszi első helyre, és arra törekszik, hogy annak egy ilyen tökéletes élete legyen. Engem nem úgy ismernek az emberek, mondja ő, hogy alávetném magam bárkinek is, de otthon én egy kis csicska vagyok. Úgyis tudna lenni a férfi, a ház feje, meg ez a vezető, hogyha azt mondja magáról, hogy otthon ő egy kis csicska, amit én el is hiszek róla. De én nem javaslom senkinek, hogy ezt az utat választja, mert ez nem csak hogy egészségtelen, hanem ez ellentmond annak is, amit az atya meghatározott az írásokban. Nem akarok ezzel untatni senkit, de az egyik ilyen hely, ahol ezt láthatjuk, az Pál apostol levele, Saul levele a Korintusiak, az első levél, ahol azt mondja, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a masiak, vagy Krisztus itt, az asszonynak feje a férfi, a masiaknak feje pedig az Elohim. Ez tehát a hierarchia az emberiség számára. Elohim, vagy Isten, a masiak, Krisztus Jézus, és a férfi majd a nő. Ez egy olyan rendszer, amit, amit nem kérdezte meg, hogy mi egyetértünk-e ezzel, vagy sem, csak egyszerűen meghatározta, hogy ez így van. Hogy, és az efézusi levélben megerősíti ezt Saul, mikor azt mondja, hogy ti asszonyok a saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint a gazdának. Ez a gazda itt, ez már mert a férj feje a feleségének, mint a masiák is feje a közösségnek, vagy a kiválasztottaknak, és ugyanúgy megtartója a testnek. Ahogyan a, a közösség, vagy az eklészia engedelmes a masiáknak, ugyanúgy az asszony is a férjének. Ahol megismétli ugyanazt a hierarhiát, amiről írt a korintusiakhoz szóló levélben. Ettől függetlenül választhatja bárki azt az utat, amit, amit itt ugye ő bemutatott, hogy otthon ő egy csicska de az nem lesz még attól egy egészséges kapcsolat. Lehet, hogy jó hangzik, vagy, vagy, ez divatos ma, illetve trendi, de távol van attól, ami ennek lenni kéne az, az erőviszonyoknak egy családon belül, és most nem arra értem, hogy ő uralkodik, mint egy zsarnok otthon. Ha már a feminizmusnál tartunk, megmutatok egy másik rövid videót, szerintem az, ami elhangzik abban, és az ahhoz hasonló üzenetek, nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy a párkapcsolatok nem csak hogy megromlottak, hanem hogy ha amennyiben lenne még néhány évtizedünk, mindenki azt tapasztalhatná, hogy a házasság és az elkötelezett hosszú távú kapcsolatok teljes mértékben kihalnának, és átvenni a helyüket az, amit ma úgy ismerünk, hogy ezek a rövid ideig tartó mikor összejövök valakivel, összeköltözök egy-két évre, ez venni át a helyét, ha egyáltalán ilyen. De ha még tovább nézünk, akkor szerintem gyakorlatilag megszűnne minden elkötelezettség, és az emberek csak egy ilyen folyamatos, hosszú, hosszantartó orgiába mennének át, ahol semmilyen fajta tervezés nincs a párkapcsolat mögött, és még az elképzelés is, hogy egyáltalán legyen, eltűnne a gondolkodásmódba. Szóval amit, amiről beszél ez a hölgy most itt, az nagyban hozzájárul ehhez, és végtelen ilyen üzenetet lehet látni, ami nőknek szól, és félrevezíti őket, és eltéríti őket attól, ami, ami valóban kielégítő lenne mentálisan különösen hosszú távon. Don't be stupid like I was. Don't... Ugye ezt az anyja tanácsolta neki, hogy ne légy ostoba, mint amilyen én voltam. Never ever, let a man control your money. Don't ever, ever let a man control your life. Ne engedd meg soha semmilyen körülmények közt, hogy egy férfi a pénzedet ellenőrzés alatt tartsa, vagy a te életedet, soha semmilyen körülmények között. You need to grow up, you need to be independent. Fel kell, hogy nőjél, és legyél független. Don't be stupid like me. Look at me. Ne legyél ostoba, mint amilyen én voltam, nézd meg, hogy én hol vagyok most. Look at me right now. Don't ever be me. Soha ne legyél olyan, mint én. És ez véletlenül állítottam meg, de ez tökéletesen demonstrálja, hogy hogyan viszonyul egy férfi, egy nőhöz manapság ez a kép. Nem is hiszem, hogy túl sokat kell ehhez hozzátennem. Nos, míg ő ezt tanácsolja, hogy légy független, és szerez meg magadnak ezt a saját pénzt, stb. Még, még egyszer hagyj irányítsak mindenkit vissza ez a hosszabb dolgok állásához, mert kifejtettem ezt én részletesebben. De itt van ennek az eredménye. A legboldogabb, a legboldogabb demográfia, ez a psychology today, vagy pszichológia ma felmérése szerint a legboldogabb, az demográfiai csoport az férfi, 39 éves, házas, 150 és 200 ezer között keres, emellett középvezető, és van egy gyereke otthon, a felesége pedig részmunkaidőben dolgozik. Ez a legboldogabb csoport. A legboldogtalanabb nő, 42 éves, nem házas és nincs gyereke, 100 ezer körül keres, és karrierjét tekintve orvos, ügyvéd, bármilyen szakember. Ez a legboldogtalanabb demográfia. Szóval az a tanács, amit hall mindenki ma a feminizmus képviselőitől, az ezt az eredményt fogja hozni. Hogyha valaki erre vágyik, hogy a legboldogtalanabb korosztályba tartozzon, akkor igen, fogadja meg azt a tanácsot, amit a hölgy alud, hogy légy független, önálló, teremts meg magadnak az, a pénzt, meg mindent. De azt tartsa minden kézben, hogy mire meg eléri azt a karrierjében azt a pontot egy nő, hogy megteremti magának az egzisztenciát, úgy azzal a lendülettel ki is fogyott abból az időből, ami megengedte volna az, hogy legyen egy család, egy gyereke, meg egy férje, és megalapítsa azt a részét az életének. Ugyanis mindent nem lehet mire eléri a karrierjében, meg oktatásban ezt a szintet, 35-40 év körül, addigra már ő rég kifotott az időből, hisz már gyereke nem lesz, elvesztette azt a vonzerejét, amit még birtokolt, még iskolába járt, férfi pedig erre, ebben az időben jut el a csúcsra, és nem fog egy 35-40 évest választani, hogyha a családot akar, már pedig a férfiak többsége akar szerintem, minek is választan egy olyat, akivel már ezt nem tudja elérni. Úgyhogy ez egy veszélyes játék, amit a nők többsége űz, meg választ, mert nem fontolja meg azt, hogy idővel az a körülmények változni fognak, mert a biológiát nem lehet felülírni. Ez a Daily Mail cikke online jelent meg, és szerint a 30 éves nőknek a fele, illetve több mint a fele gyermektelen, és ez az első ilyen alkalom valaha mióta a statisztikák készülnek. Ami még talán megdöbbentőbb, ha egyáltalán lehet ilyet mondani, az az, hogy 31 éves korra tevődött át a szülésnek az időpontja életkorban, és 22 volt ez a baby boomer generáció esetében, ami 46 és 64 között született emberek. Tehát 9 évet tolódott el az elmúlt 60-70 évben a gyermekvállalásnak, az első gyermekvállalásának az ideje a nő életkorát tekintve. 53%-a az 1991-ben született nőknek 30 éves korára gyermektelen, ez ugye tavalyi, az ő idő, ez 2022. január, szóval a tavalyi adatok szerint. 1920 óta vannak ezek a feljegyzések, azóta ez a legalacsonyabb arány. 1940-es években születettek között 82% volt ugyan ez a szám. Pozitív értelemben 82%-uknak valószínű, hogy gyermeke volt 30 éves korára, ez most 49 valamennyi. Ha valaki esetleg nem tud összeadni kettőt meg kettőt, akkor elmagyarázom, hogy ha azt az üzenetet kapják a nők, hogy a karrier fontosabb az egzisztencia, a függetlenség annál, hogy családjuk legyen, és egy elkötelezett párkapcsolatban éljék le az életüket, akkor mindemellett a legboldogtalanabb emberek Amerikában legalábbis azok az egyedülálló gyermektelen 40-es nők, akkor világos, hogy az üzenet nem fog boldogságot hozni hosszú távon, mert mire elkezd gondolkodni majd a nő azon, hogy ja, oh, hoppá, én kifutottam az időből, addigra már nem lesz lehetősége, hogy válaszon mást. És itt van egy újabb videó, ami ugyanezt mondja el, ez Judge Judy. Csak azért akarom megmutatni, mert az a, Jézabel szellemisége a világban az teljes mértékben szabad kezet kapott, és a nők jelentős részét a nyugati fejlettebb országokban megfertőzte. A woman gives up financial independence. Amint egy nő feladja a, a pénzügyi függetlenségét a társának, akkor vége. Fel kell készülnöd azért, mert ha nem készülsz fel, akkor le fogsz ragadni. És egyre több nőnek el kell fogadnia olyan életstílust, ami kellemetlen. Azért, mert pénzügyileg leragadtak, és ő ezért felelőssé teszi a párkapcsolatot, meg gyakorlatilag a házasságot. Most ehhez képest mutatok valamit Judge judy aki ugye azt tanácsolja a nőknek, hogy a karriert helyezik első helyre. Ez ugyan Wikipedia, de figyelj mindenki, hogy hogyan verik át a, ezt a populációt, a nőket különösen azok, akik ezt az ideológiát, ezt a feminista ideológiát terjesztik. Judge 1942-ben született, már 64-ben hozzáment Ronald Levyhez, azaz 22 éves korában ő már megházasodott, majd elvált 76-ban, azonnal 77-ben hozzáment Jerry Shandlinhez, akivel 91-ben újra megházasodott, szóval ő mi egész életét házasságban éltele, le, öt gyereke van mindemellett. <coughs> és azt a tanácsot adja a nőknek, hogy pénzügyileg legyenek inne, függetlenek, és az első ennek a megteremtése. De mutatok még egy videót tőle. Itt van ez a következő, melyben arról beszél, hogy ha a 30-as éveidben, a 20-as éveidben, a 30-as éveidben, a 40-es éveidben nem sikerült elérned, amit akartál, még mindig elérheted az 50-es éveidben és emlékezzél Mózes nagymamára, aki nem is kezdett el festeni az ő 80-as éveig. És ő lett a leg, az egyik legtermékenyebb festő, tehát sohasem késő, sohasem késő. még ez nem igaz, hogy sohasem késő, különösen egy nő számára nem igaz, hiszen a gyermekvállalás, és persze itt a karrierről beszél, de hogyha valaki a karrierjét üldözi nőként még a 30-as, 40-es, 50-es éveiben, és az energiáját abba fekteti, akkor utána akkor hogy lesz neki családja? Sehogy. Míg ő nem ezt az utat választotta, hanem 22 évesen már férhez ment, és egész életét így élte le 5 gyerekkel. És ez igaz az összes sztára, aki ezt az extrém feminista ideológiát hirdeti. Teljesen mindegy, hogy kiről van szó, Hardy-ről vagy Beyoncé-ről, Mindegyiknek vannak gyerekei, meg partnere, úgy érték le az egész életüket, miután legalábbis a nagy részét. Azudnak, félrevezetik a nőket, és eladnak nekik egy olyan álmot, amit hiába üldöznek, sose fogják elérni. Nem lehet két lovon ülni, egy hátsóval. És bízom benne, hogy hasznos volt ez a videó, és. Mielőtt befejeznénk, meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Megmutatnék még egy videót, ahol Jordan Peterson beszél a gyermekvállalásról és a gyermek szerepéről a nő életében. Hogyha 35 éves korba felébredsz, és még nincs gyereked nőként, akkor csak annyit tudsz majd mondani, hogy oh, hogyha nem vagy óvatos. Nincs semmi időm nem maradt, hogy gyereket vállaljak. so many young women you ask them at nineteen well do you want to have children. And annyi éves nőt meg, well i don't think so it's like you don't know what you're talking about. Sincs, hogy mi az, yeah. and why people have decided that you should be some sort of authority about it is, is nothing but an index of how pathological our culture has become. És az, hogy, va hogy az emberek úgy döntöttek, hogy ez a, egy 19 éves lesz majd az a hatóság, aki elmondja, hogy mi is az, amit szeretne, az csak egy demonstrációja annak, hogy milyen betegessé vált a mi kultúránk az évek során. You don't know You're... Nem tudsz semmit. You're a child még gyakorlatilag egy gyerek vagy, úgy értél, 19 évesen, és ez szerintem jól teszi mindenki, hogyha elgondolkozik ezen, amit most ő mond. Hogy egy 19 éves az nem tud semmit a világról, semmiről nem tud semmit. Iskolába járt egész életén át, csak azt a propagandát ismeri, amit ott etettek felé vele. De azon kívül az életről nem tud semmit. You haven't read anything, you haven't accomplished anything. Nem olvastál semmit, nem értél el semmit az életed során. A szüleid azok, akik gondoskodtak rólad egészen eddig a pontig. And other women lie to them. És a nők számára ez veszélyes, mert nem értik, hogy mi az a cél, ami felé, vagy állomás, ami felé tartanak. És remélem, hogy ezzel a videóval segítettem bemutatni, hogy mi is az a vég. És más nők hazudnak nekik, ahogy láthattuk az Judge judy vagy a másik hölgytől, meg az összes többitől, aki azt mondja, hogy a karrier fontosabb, mint a család. Hazudnak. They don't sit the 19 year olds down and say, look, you know, like, you should pursue a career, you're smart, you've got something to offer. Um, and, and society needs your intelligence

And help you. És senki nem fog a segítségedre sietni, hogy ezt a kettőt tud majd egyensúlyozni. Not having children. Nem csak más nők, hanem az egész társadalom hazudik a nőknek és a férfiaknak egyaránt. Ez a lényege a világnak. A világ az ellenség uralma alatt áll, és hogyha megértenék az emberek azt, hogy az ő célja az élet teljes pusztítása, és eltörlése a Föld színéről, akkor talán könnyebb lenne ezeket a döntéseket meghozni. De minden ebbe az irányba mutat Az, hogy túlságosan sok széndiokszid van a légkörben, az azt kell, hogy jelentse, hogy túl sok ember van, hiszen az ember széndiokszidot lélegez ki, hogy túl sok gyerek születik, hogy helyettesítjük az állatokat mesterséges dolgokkal, megpolzás segítvén és egyéb funkciókat elátván Minden abban az irányba mutat, hogy helyettesítsük azt, amiben élet van, egy mesterséges dologgal, amit az ember állított elő. Azért, mert az ellenség az, aki manipulálja a szálakat a háttérből és húzza azokat. Mi pedig menetelünk úgy legalábbis az emberek többsége, ahogy ő azt elképzelte. Én nekem az a reménységem, hogy ezek a videók azzal az ismerettel, ami benne van, amit Abehua ad, Nekünk segítenek egy, az emberek egy részének felébredni ebből, és meglátni azt, hogy az igazság az valóban a Bibliában van, és semmilyen más szemüvegen keresztül nem lehet megérteni a körülöttünk zajló eseményeket, csak ezen a szemüvegen keresztül. Szóval ez a célja mindennek, amit csinálunk, és ezeknek a videóknak. És bízom benne, hogy ez is egy volt ebben a sorban, ami segített közelebb vinni. Egyeseket legalább a célunk eléréséhez. Szóval köszönöm a figyelmet mindenkinek, bízom abban, hogy hasznos volt, további szép napot, köszönet, hála és dicsőség Abaja Huának, és halleluja!